Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Call of Duty! Mennyi idő után? Hát azóta, mióta megjelent, már eltelt több mint egy hónap. Ja, nagyjából több mint egy hónap, mármint attól függ, hogy mikor nézed ezt a videót, mert ha 2027-ben nézed, akkor eltelt pár év, de... A lényeg az, hogy már eltelt egy kis idő a megjelenés óta a Call of Duty, és ahogy ígértem, ugye a bétában mondtam, hogy... meg fogjuk nézni ezt a játékot még egyszer, amikor kijön, és eltelik egy kevés idő, és lássuk, hogy hova fejlődik, és hogy megéri-e megvásárolni. És említettem volt abban a videóban, ugye, hogy ha meg akarod venni, én nagyon-nagyon-nagyon javaslom, hogy várjál, és később nézd meg, hogy hova alakul ez a dolog. Nos, én magam betartottam a saját szavamat, én vártam vele, igaz nem egy hónapot, hanem mondjuk úgy egy hetet, hogy megnézzem azt, hogy milyen irányba változik a játék, mint olyan, és a béta óta, hogy őszinte legyek, maga a gameplay nem túl sokat változott, illetve egy-két módosítást csináltak, amit pozitívumnak vettem, és úgy voltam vele, hogy megveszem a játékot, azért, mert ugye egyszerűen szeretem a Call of Duty-t, mindig is szerettem a Call of Duty-t, és nem sajnáltam rá, tehát a pénz nekem már félre volt téve, mondhatni úgy, hogy tudtam, hogy a Black Ops 4 meg lesz, főleg azért, és ezt a béta óta sem fogom visszavonni, főleg azért, mert az elmúlt idő konkrétan, ugye melyik volt a legnépszerűbb Call of Duty régebben, tehát Black Ops 2 óta azt mondom, hogy ez a legjobb kód nagyjából. Ja, szóval elég jól sikerült a játék, és ezt nem fogom elvenni tőlük. Ugyanakkor, jó, azt azért hozzá kell tegyem, hogy én úgy gondolom, és tényleg úgy gondolom, hogy azért a Call of Duty Ghost az egy jó kód volt, csak rossz időben jelent meg. Az igazság, az a kód talán most jelenne, meg teljesen más fogadtatása lenne, de az egy jó kód volt, és a leghagyományosabb vett értelembe állt, a legközelebb az a Call of Duty-hoz, amin én felnőttem, mondhatni, ugye a Code 4, Code 2, Modern Warfare 2 érához, számomra a Code Ghost állt az egyik legközelebb, úgyhogy, ja. Na, de lényeg, hogy meg szeretném tőletek kérdezni, hogy szerintetek, mit tesz egy játékot rosszá? Mi az, amitől egy játék rossz lesz? És ezt azért kérdezem meg, természetesen a válasz valahol egyértelmű, ugye, a kiadók elbasszák, vagos, anyám kínja, de ebben az esetben, a kód esetében a kiadók nem basztak el semmit. Ha a gameplayre kerül a sor, már azért rátérünk itt is a fegede levese, ha a gameplayre kerül a sor, Nem basztak el semmit. A gameplay korrekt. Fegyverek korrektek. Mindjárt arra is rátérünk. De mégis mitől érezhetem azt, hogy ez a játék nem éppen az, mint amire nagyon számítanék. És azt kell, hogy mondjam, hogy a Call of Duty esetében, ami elrontja ezt az egész játékot, az kettő dolog. És az első és a legfontosabb, mert a második mellett el tudok menni, de az első és a legfontosabb, az maga a közösség, aki játszik ezzel a játékkal. Amióta léteznek az overpowered weaponök egy Call of Duty-ban, azóta a közösség elrontja minden évben ezt a játékot. Első overpowered weapon talán a Modern Warfare-ben érkezett meg a Call of Duty-ba, és az a P90 volt. Viszont nem volt olyan szignifikáns, ráadásul kapott volt egy nerfet, ha jól tudom, még úgyis OP volt, de nem volt szignifikáns sen észrevehető a többi fegyver mellett, olyan változatosságban voltak használva a fegyverek. Aztán bejött a Black Ops 2. Ott emlékszem a legjobban, és ott volt a legjobban átütő az overpowered fegyvereknek a hatása, de olyan szinten, hogy már mindenki azt használta, azokat a fegyvereket használtak, amik overpowerednek voltak titulálva. A következő ilyen dolog, amit észrevettem, azok a sniperek.
A sniperek is el tudják rontani a játékélményt hihetetlen módon. Ugye mindig voltak a Call of Duty-ban tryhard sniperek. Mindig, én csak sniperrel, én csak mert 360-as no-scope headshot, késdobálós faszombaszom jelenetet akarok csinálni, de hát ez mindig benne volt. De amikor mikor COD 2, illetve Modern Warfare 4-jel, MV2-vel játszottam, MV3-mal játszottam a sniperek ellen, nem volt meg ez a, hogy is mondjam, félelem a sniperesektől, hülyén hangzik, megpróbálom elmagyarázni, mit értek félelem mellett, mert pedig azt értem, hogy tudtad, hogy ha MV2-ben, COD 4-ben, vagy sima COD 2-ben, COD 3-ban meglövöd a sniperes, miközben rácéloz, olyan szintű kilengése lesz a sniperének, hogy akár 2 centiméterről is mellé lő. Na most a Black Ops 2 óta, a Black Opsokban például ilyen nincs. A sniperrel egyszerűen nevetségesen könnyű játszani. Ráadásul, ha meglőnek, miközben nálad van egy sniper, akközben tehát így a célról le se veszi neked a célról a fegyvert, mert bocsánat, ennyi volt. Na. Szóval egyszerűen esélytelen vagy egy sniperre szemben, mindegy, hogy mit csinálsz. Még akkor is, hogyha előbb kezdesz el lőni, nem fog a sniperre letérni a célról, mert egyszerűen nincs úgy programozva a játék, és simán vissza fog tudni lőni, és a sniperre egy hit, egy lövés, egy halál, szóval nem tudsz előbb mit csinálni. Na de nem, tehát nem is ez a lényeg, hogy sniper vagy nem sniper, csak egy kicsit próbáltam volna megmagyarázni, hogy miért nem szeretem a sniper tryhardokat a Call of Duty-kba. Egyszerűen ez az oka, hogy felülkerekednek minden fegyveren, és már nem kell hozzájuk skill, mint régen kellett, csak az a lényeg, hogy minimálisan a célon tartsd, a hitbox majd megcsinálja a többit, és nem baj, hogyha rád lőnek, akkor sem fogod megy le a célról a célkereszt. Szóval, ja, na mindegy. A másik egy ilyen dolog ugye a Black Ops 4-ben, az a Spitfire, az egy SMG, amit orba szájba használnak, hogy őszinteljek, és egyszerűen nem tudsz tőle mozdulni a pályán, annyira opia. A többi fegyver mellette a közel és középtávon, már pedig a COD 4 közel és középtávú pályákról szól, vagyis a Black Ops 4, ugye nem tudsz tőle meg mozdulni. Az egyetlen felmentés az egész körül felől az lesz, hogy challenge-elni kezdenek másik fegyvert is, de hogyha tryhardolni akar egy emberke, akkor vagy Spitfire, vagy Sniper is biztosan nyerni fog. Szóval így értem az, hogy a közösség az, ami elrontja ezt a játékot. Én például, mikor ugye MV2-ben mondhatni, hogy az egyik csúcsidőmet éltem, volt a G18, egy Akimbo pisztoly, túl OP volt, hogy igaz legyen, az az igazság. F-ből nem használtam. Aki ismer, az tudja. Aztán, amit már belenyomtam 2000 órát természetesen a játékba, akkor már így leszartam, már nem nagyon volt más mit csinálni, akkor G18 akimboztam, és rájöttem, hogy fun, tényleg fun egy OP fegyverrel játszani, amit aztán bár onnan bárkit lelő, nem volt probléma, és egy akimbo G18-al mentem, és egy sniperrel felszerelve, hát mi kellett még? Egy Barrett 50 kaliber, a G18 akimbo elpusztíthatatlan páros volt, és egyszerűen jól ment a játék vele. Persze, ha már benne van 2000 órád a faszom játékban, oké, rendben, csináld az, de amikor hosszú-hosszú időn keresztül ez fogja tönkretenni a játékot, az nem annyira teszi élvezetessé a mindennapidat. Persze, ki fogsz egy jó lobbit, ahol nem nagyon mennek a tryhardosok, bár egy sniperes mindig van minden lobbiba, de hogyha nem mennek nagyon a tryhardosok, akkor egy nagyon jó játék fog kialakulni az egészből. Ez az egyik. A másik dolog pedig, ugye, ami tönkretelti a játékot, az maga a fejlesztő. Na most az Activisionről félreértés ne essék, nekik a céljuk, mint kiadó, nem az, hogy te egy jó játékot kapj egy asztalra, hanem az, hogy egy olyan precíziós műszert tegyenek le eléd, ami arra késztett téged, hogy vásárolj.
Na most a te döntésedbe kerül az, amikor megveszed a játékot, hogy te azzal, hogy megveszed a játékot, támogatod ezt a rendszert. Mert azzal, hogyha megveszed a játékot, és bár nem vásárolsz ugye semmit az adott játékon belül, azzal, hogy megvetted valamilyen szinten, támogatod a kiadónak ebbe törekvéseit, én is, tehát én is bűnös vagyok ebből a szempontból, de nem tudok vele mit csinálni, ez van, szeretem magát a játékot. Vásárolni egy kurva szart se fogok venni, az biztos, a marketből. A market úgy van kitalálva, képzeljétek el, volt egy srác, aki $1000 költött el arra, hogy mindent kinyisson a marketből. $1000, bazd meg. $1000 volt egyszerűen arra, és még el is költötte arra, hogy mindent meg tudjon venni, kinyitni a dobozokból a marketből, és akkor végül csak egy olyan üzenetet kapott, hogy ja, most már mindent kinyitottál a marketből, a black marketből, majd térjél vissza, ha lesznek új cuccok. Ha, bazd meg, $1000 költött a játékotokra. Szóval is ennyit adtak neki egy üzenetet, hogy köszönj, hogy vásároltál, és majd nézzél vissza. Szóval egy elképesztően precíz műszer arra, hogy pénzt csaljon ki. Ezzel ellentétben remélem, hogy eljutottál eddig ezzel a videóval, mert ha nem túl sok értelme volt, hogy végignézd azt, amit mondtam. És ezzel ellentétben azt szeretném mondani nektek, mind az egész rá, hogy a magyar közösségnek nem nagyon áll fel az a félelem, hogy agyonvásárolja magát a black marketbe. Lehet, hogyha már annyira szereted ezt a játékot, akkor hogy veszel valamit a black marketben. De ismerem a magyar közösséget, mi becsületesen játsszuk és kiformoljunk, és hát nem nagyon van pénzünk arra, hogy fölösleges dolgokat költsünk le, nehogy pláne digitális tartalomra, mint a skinek. Tehát így... Szóval, hogyha rajtunk múlik, akkor minél kevesebb pénzt költünk ebben a játékban. És ettől függetlenül azt mondom, mindezeket félretéve, amit itt mondtam, hogy ez a játék jó. OP akarsz lenni, használ te Spitfire-t. Vagy Sniper. Vagy mindig, ami meta alakul ki a játékban, használd azt a metát. És már is jó leszel. És jól fog menni a játék. És a játék ebből a szempontból jó. A gameplay élvezetes. Nincs vele. A killstreakek élvezetesek. Nincs velük baj. Pörgős minden, ahogy illik. Az van benne a játékban, és kész. Ennyi. A játék korrekt és jó, és nem változott semmi. Megjelenéskor csináltak 20 Hz-es szervereket azért, hogy egy kicsit ugye lecsillapítsák a hatalmas igényt a játékra, mert hogy a játék túlszárnyalt minden eddigi megjelenést, az ami az elmúlt időben megjelent, még a God of War-t is, sőt, még a Red Dead Redemption 2-nél is még tartja magát. Eladásokban, persze Red Dead Redemption 2, amelyet hamarosan megelőzi, de még egyelőre tartotta magát. És most már azt is kivették, tehát most már visszamentek a 60 Hz-es szerverekre. Szóval már arra se tudnék panaszkodni. Ennyi. Kapsz a pénzedért egy zombit, ami hát megszokott zombi. Megkapod talán a legjobb Battle Royale játékot, ami most odakint van, ami hát nem Fortnite-szerűen, hogy is mondjam, gyerekes valami, hanem a legközelebb áll ahhoz, amit a PUBG-tól te elvárnál című történet. Tehát megkapod talán az egyik legjobb Battle Royale játékot, ami odakint van, és kapsz egy korrekt multiplayer. Úgyhogy, srácok, nem tudom azt mondani, hogy nevedd meg a Call of Duty-t, de készülj fel arra, hogy nem a játék és a játékkészítők az, ami elrontották ezt a játékot, hanem a közösség az, ami rosszá tette ezt a játékot. A készítők, illetve a kiadók csak annyiban felelősek, hogy megint mikrotranszakciók, és megint arról szól az egész, nem arról, hogy te egy jó játékot kapj, hanem hogy a pénzedet odaad nekik, és meglátjuk, hogy a következő Call of Duty-ra jövőre egy újabb Battle Royale lesz, egy újabb multiplayer lesz, amire újabb pénzt adhatsz ki. Úgyhogy sajnos ez van. A Call of Duty már nem egy olyan játék, amit anno az Infinity Ward megálmodott a Code 4-jel, egy élvezetes, szórakoztató game, hanem egy precíziós pénzt csináló gépezet, elképesztően precízen működik és nagyon jól ki van találva. Példa, valamikor behoztak nemrég a Black Ops 4-be egy-két skint, amit ingyen odaadtak mindenkinek. Ingyen odaadtak mindenkinek egy pár napra.
Majd utána elvették ezeket a skineket, és mit csináltak? 20 dulcsié árulják. 20 dolcsi árják. Odaadtak skineket ingyen egy olyan játékért, amit te fizettél, és utána elveszik tőled, és vissza akarják neked, el akarják neked adni 20 dolcsi, és tudod, hogy van, aki meg fogja venni. Ember, hol tart a világ? Elképesztő. Fizetsz a játéki, ingyen kapsz egy skint, amit elvesznek, és majd fizetsz érte. What the fuck is happening? Szóval, ja, na. Srácok, ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot. Ha nem tetszett, egy diszlájkot. Iratkozzatok föl. Következő videóig, sziasztok. Hogy van, aki